Köszöntelek benneteket, köszönöm a lehetőséget, a teret és az időt sunimnak és a figyelmeteket nektek. Azért szeretek többek között egy zenközösségben lenni, mert itt nem kell, hogy valamilyen legyek, nem kell tökéletesnek lenni, lehetek igaz is, csak lehetek kíméletlenül őszinte, úgyhogy rögtön két vallomással kezdem. Az egyik vallomás az az, hogy elképesztő lámpalázom van, úgyhogy arra kérlek benneteket, hogy legyetek velem együttérzőek, a második vallomásom a múltamból lett, hogy hihetetlenül rossz gyerek voltam. Ami azt jelenti, hogy mindent elrontottam a felnőttek szemével, de valójában iszonyúan kíváncsi voltam, és szétszedtem minden tárgyat, amit csak lehet. Nagyon hamar megismerkedtem a csavarhúzóval, fogóval, stb. stb., és amit lehetett, a szétszettem pekjemre az esetek 97%-ában ezt a felnőttek hamarabb vették észre, mint hogy ezeket a dolgokat összeraktam volna. És hát ezért apám el is mondta, hogy Inkább őt adom, mint az áram, <laughs> úgyhogy megtörtént a gyermeknevelés. Ezen módja a kíváncsiságomat nem adtam fel egyébként továbbra sem. Amikor iskolába jártam például, akkor a kedvenc helyem az a fizika szertár volt, ahol egy nagyon-nagyon jó fej fizika tanárom volt. Három alkalommal próbáltuk meg felgyújtani az iskolát egyébként, így sikertelenül így a kíváncsiság oltárán feláldozva a munkavédelmet. Nagyon-nagyon szerettem, mert hogy megtudtam azt, ami, amit így nem tudtam korábban. Úgyhogy nem csoda, hogy így becsöppentem így a darmába, ahol a, megismerés, a tapasztalat az egy ilyen alaptörténet. És nem voltam ott, de hallottam, hogy ezt tanították, hogy Buddha azt mondta, hogy ne higgyetek nekem el semmit azért, mert egy Buddha mondta, hanem próbáljátok és saját magatok is. Hát én nekem ez azt mondtam, hogy oké, okay, itthon vagyok, nem kell hinnem semmiben, ki lehet próbálni. Úgyhogy most egy kicsit könnyed játékkal, én arra kérlek benneteket, hogy benne vagytok-e abban, hogy egy ember kísérletben, mert hogy a kísérlet, akkor így, így részt vennétek-e velem? Látom, hogy mosolyok vannak. Ú, de jó, nagyon tetszik. Köszönöm. Akkor arra kérlek benneteket, hogy csukjátok be a szemeteket, és elképzelünk -e egy mozivásznat magunk előtt, az én háromdimenziós mozivászon, abszolút realisztikus, mindenre képes vagyok és megjelenik közepén ennek a sötét nyitott térnek egy ragyogó mandarin. És ez a mandarin ott lebeg a térben, és az óramutató járásának irányában forog lassan. Látom, ahogy csilla rajta a fény, látom, látom a mintáját, a textúráját, a bőrének, a héjának, tudjátok, milyen egy mandarin. És annyira jó a tudatom, hogy ha akarom, akkor ez a mandarin akkor lesz, mint egy dinnye vagy mint egy foci labda, de vissza tudom zoomolni, most akkora, mint egy barack, mint egy mandarin, összemegy, mint egy megy, mint egy megymag, és most felveheti azt a mandarin méretet, amit ti nagyon szerettek. És képzeletben, a kinyújtod a kezedet, ez a mandarin belehuppan a tenyeredbe, és hallod, ahogy csattan a tenyereden, sőt, érzed a bőrében, hogy milyen hideg, mert a hűtőgéből szedtük ki, ez az a fajta mandarin, amiről egybe lejön a héja. Tehát ezt így ismeritek szerintem, belemélyeztem a hüvelykújam körmét, és annyira ügyes vagyok, hogy úgy tudom leszedni a héját róla, hogy az egész héja egybe lejön. És most ott van a kezemben a mandarin megpucolva, a közepébe belemélyeztem a hüvelykújam, kiszedek egy geresztet, beveszem a számba, és egy ráharapok egyet. És érzem, ahogy ezt a vékony bőrt így átszakítja a fogam, és az a mandarin lé, az így szétárad a számba. Hát nagyon jó érzés, de ha akarom lenyelem, ha nem, nem, de annyira jó a tudatom, hogy a mandarinom be tud gyógyulni, és ha visszanézek a kezembe, akkor ott van az egész mandarin, sőt, pillanatok alatt visszakerül rá a héja is, és mint a kezdet kezdetén a 3 d mozimban, feldobom a levegőbe, és ismét ott pörög a mandarinom. Aztán elkezd zsugorodni, akkor lesz, mint egy dió, mint egy megy, mint egy megymag, mint egy mákszem, majd ahogy csettintek, a mandarin eltűnt. És most arra kérlek benneteket, hogy nyissátok ki a szemeteket. A négydis valóságból itt vagyunk megint. Mi történt? Az történt, hogy a belső elválasztási mirigyei, mirigyeid, a belső elválasztási mirigyeid elkezdtek dolgozni a testedben láttam, hogy volt, aki nagyokat nyelt. Tehát a nyálmirigyem azonnal felé lettek. Kaptak egy üzenetet. Hello, jön a mandarin, az full cukros, és én azt már tudom. Ezért, hogyha lenne rátok kötve egy ilyen monitor, akkor azt mutatná, hogy a véredben az inzulin felszaladt, a vércukor lement, a hasnyálmirigyet riadót fújt. Hello, jön a kaja, dolgozzunk, ébresztő. Aztán, mivel hogy valami történt, ott, ott, mókoltam valamit a mandarinnal, egy kis dopamin is keletkezett az agyamban, megjelent a fókusz, aztán, mivel az édes íz és a szeretet, egy kis endorfin is megjelent, egy kis boldogsághormon, jó a kis nasi, a stressz meg lementek, mert hogy nyugi lett az egész történet, egy tök békés dolog, egy mandarintól semmi veszély nem származik, és rengeteg dolog történt még ezen kívül a testemben. De valójában meg nem történt semmi. Ahogy reggel énekeltük, az öt skanda üres. És mégis a testemben valami történt, a fizikai valóságom megváltozott. És akkor azt mondhatnám, hogy ha úrék, hát megvan a boldogság titka, csücs le Frank, és kezdj el meditálni mandarinok, mindent, amit szeretnél az életben, és akkor már indíthatnánk is egy ilyen webshop biznisz az interneten tudatos álmodással. A bibi az igazán, hogy ezt mind-mind-mind feltételekből van összerakva. Mert a mandarin élménye a múltból származik. A történetem hiába most a mostban van a megélés, de nem itt, nem itt. És hát amit egyszer összeraktak, a szétesik, úgyhogy ez is szét fog esni, és amikor szépen az öregség, betegség, halál majd engem is meg fog közelíteni, és a rózsaszín talpa egy nap én is feldobom, semmit nem érek ezzel a mandarinommal. A gond az, hogy a világban ezt üzemeltetem ha nem vigyelek, akkor éjjel nappal, de nem csak ilyen mandarinos 4 d filmjeim vannak, hanem vannak olyanok is, amire nem fut össze nyál a a szám, mert inkább ányingerem lesz, vagy inkább gyomorgörcsön, biztos tudjátok, amitől itt szorít, ott szorít. És ezek a filmek, ezek így jönnek, így meglepetésszerűen keverednek néha egy-egy ilyen drámában, egy szappanopera egész évadját képesek vagyunk egy, egy, reggel alatt legyártani, és hát nincs kontroll felette. Ha elképzelem az életemet úgy, mint egy repülőgép, amit azért irányítani kellene. Akkor azt lehet mondani, hogy ezek a felhők, hogy éppen melyik rázza meg totál a gépet, vagy melyik lesz tiszta égbolt, ahol lehet hasítani a repülőmmel, nem tudom előre, hogy mi fog történni. És a kulcs egy eszköz a műszerfalon. Biztosan tudjátok, hogy van a repülőgépekben, úgy szoktuk mondani, laikusként egy robotpilóta, a pilóták autopilótának hívják. Hát bal felső sarokban egy kis cucc van rajta, 5-7 gomb, beállítom, milyen gyorsan, merre, milyen magasan repüljek, és a pilóta aludhat, és a repülőgép arra fog menni. A bébi az, hogy van egy ilyen autópilótánk, egy kis gonosz, genyú kis autopilóta, amiben nevezhetjük karmának, ok és okozat viszonya, korábbi gondolataink, szavaik előtették jelenlegi világunkat, és most ültetjük el jövőnk magjait, és ez a kis gonosz robotpilóta úgy működik, nem emlékszem rá, hogy mikor programoztam be, hogy merre megyek. És ez az eredendő feledékenység akkor a drámát hoz az életembe, hogy az elképesztő. Úgyhogy én azt határoztam el, hogy előszedem a régi gyermeket, a régi Franket, aki mindent szétszedett, aki mindent elrontott, mert érdekelt, hogy mi van benne kiszerelem a műszerfalból ezt a robotpilótát, szétszedem ízekre, ehhez nagyon jó szerszámokat kapok, nagyon jó eszközöket a darmában. Széjjel szedem, de ez hát elég buta repülőgép szerelő az, aki levegőbe szerelő repülőgépet, ugye ehhez le kell landolni egy biztonságos helyre, kell keresnem hozzá egy hangárt, és itt van ez a hangár. A, ahova landolok, az az a meditációs párna, amit, amit, amit ma koptattam. És ez egy biztonságos hely, és én megígérem magamnak, hogy szétszedem ezt a robotpilótát. De úgy, hogyha én egyszer szétszedtem, azt ember többé össze nem rakja. Köszönöm.